Széchenyi díjat kapott március 15-e alkalmából dr. Kosztolányi György akadémikus, kiemelkedő tudományos munkássága elismeréseként. Kosztolányi György a gyermekgyógyászat genetikai kérdéseivel foglalkozik, melynek központi témája a genetikailag sérült csecsemők és kisgyermekek korfelismerése, vizsgálata és azok gyógyítása. A genetikát nagyon sokáig, még most is sokan úgy értelmezik, hogy ez egy megváltoztathatatlan, velünk született, sokan mondják, hogy meg van írva a genetikába a sorsunk, meg ilyeneket mondanak. És én azt hiszem, ez azért káros, hogyha ebbe gondolkodunk, mert ez az egyént, a társadalmat mindenki felmenthet az elől, hogy valamit ez ellen tegyünk, vagy lehet is tenni. Az utóbbi időben egyértelműen kiderült, hogy az a genetikai készség, amivel egy ember születik, az tényleg csak egy készség. Kezdve a fogantatástól, a magzati életen át, a csecsemőkor, ami különösen nyitott ez az időszak, de az élet későbbi szakaszaiban is, a környezet az beleszól ebbe a programba. A díjazott mögött egy egész életpálya áll. A kitüntetés számára, mint mondja, az öröm mellett azonban felelősséget is jelent a szakma iránt. Tervei közt szerepel a tudomány és a kultúra társadalom felé fordítása. Itt a Pécsi Akadémiai Bizottságban, ahol az a megtiszteltetésért, hogy elnökként vagyok, én szeretném ezt egy ilyen széles értelemben vett tudományos kutatási eredmények a társadalom felé vezetésére fordítani, hogy ezeket a finom adatokat hogyan lehet a gyerekek és a felnőttek vonatkozásában értelmezni, és ami nagyon érdekel most ebben a vonatkozásban, a környezeti hatásnak az időrendisége. Erről nagyon keveset lehet tudni, de én biztos vagyok benne, hogy abszolút nem mindegy az, hogy az a környezeti hatás, az mikor éri a genetikai állományt, az embert, és ennek az időrendiségével szeretnék most még inkább elméletileg és összefoglaló tanulmányok írásával foglalkozni.